A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit június 27-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban beszámolunk a Köfém Nyugdíjas Klub sikereiről, egy színházi előadásról, Sobor Antal újra megjelent kötetéről, illetve az ünnepi könyvhét eseményeiről. Tartsanak velünk! Idén Hajdúszoboszlón rendezték meg a Nyugdíjas Klubok Országos Kulturális Találkozóját. A Köfém Nyugdíjas Klub 4 kategóriában is kiemelt aranyminősítéssel térhetett haza. Mindent nyerni, vagy mindent veszíteni, ezt írjuk föl 1000 lobogóra. Oly sokáig tengődtünk mi úgy, hogy volt is, nem is milyen az ország. Valahára mutassuk meg már, hogy senkinek sincs semmi köze hozzánk. Vagy ha végzés, hogy el kell lenyésznünk, írsanak ki hát ezen világból. A haláltól nem tagadom, félek, de csupán a becstele haláltól. Halljunk meg, ha nem szabad már élnünk, halljunk meg oly szépen, oly vitézül, hogy azok is megsirassanak, kik eltörölnek a földnek színéről. Ebben az esztendőben Hajdúszoboszlón rendezték meg a 13. országos nyugdíjas Kimit tud és népek tánca népek zenéje döntőjét. A Köfém Nyugdíjas Klub tagjai és művészeti csoportjai számos kategóriában érdemelték ki a szakmai grémium elismerését. Kiemelt aranyminősítéssel térhetett haza Arany János, aki versmondásával erősítette meg hazafiságát. Ezt a verset már régebben is mondtam, de mivel most Petőfi 200 ugye, vagy emlékév van, így ezért választottam ezt a verset, mert különben is a hazafios versek állnak én hozzá nagyon közel. Általában úgy választom meg a verseimet, hogy amiben van hazafiasság, hazaszeretet, ez a belsőm, ez diktálja. Szeressem a hazámat, Magyarországot, és azok a versek, amik ehhez hozzájárulnak, nagy szeretettel mondom őket. Kiemelt aranyminősítést vehetett át a 17 fős férfi kórus is, akik Mihály György karnagy énektanár vezetésével évről évre szép sikereket érnek el. A nyugdíjas Ki mit tud versenyeken többször lettek kategória győztesek. Mindig az adott alkalomhoz választunk. A repertoárban nagyon sok borddaltól kezdve a asszonycsúfolóig, a székei, a kalotaszegi csokrorig, nagyon-nagyon széles a repertoár, úgyhogy mindig az alkalomhoz választunk, hogy na melyiket adjuk elő. Holnap például előadást tartunk, mind egy bordalt is kell, meg egy katona dalt kell, csokrot kell énekelni. Én nem karnagy vagyok, csak így beugró, én kiválasztott, mert a fiatal koromban zenét tanultam, és nekem nem gondolkodtát olvasni, és én ilyen, ha a tanár úr nem ér rá, és nem tud velünk jönni, mint karnagy, akkor én beugrom.
Kiemelt aranyminősítést tudhat magáénak a klub dalénekese Illés László is. Az idei három olyan dalt sikerült Balatonfüreden végénekelni, Hajdúszoboszlón, és most a kislánk 110 éves kislángi születésnapi évfordulóra úgy szintén négy dalt sikerült gyönyörűen szépen elénekelni, és nagyon köszönöm azt a segítséget, amit a nyugdíjas klub a számomra biztosít. A 18 fős tánckar munkáját Csaba Krisztina tánctanár koreográfus irányítja, a csapat Hajdúszoboszlón is kitett magáért, aranyminősítéssel térhettek haza. Ez a csoport 25 éve, hogy együtt működik. Eleinte csak Fehér megyébe szerepeltünk leginkább, de az utóbbi időben most már megyén kívül is Hajdúszoboszló, Siófok, Balatonfüred, és Fehérváron meg a kortárs Kimittudon szinte hát minden évben kiváló eredményeket értünk el. Nagyon jó szerepelt a kis csapat, és ahogy úgy kiöregszenek a régiek, úgy jön a fiatalabb pótlás, csak sajnos kevesen, de nagyon jó kis csapat, a mi csapatunk, meg a nyugdíjas klubnak köszönhetően mindent megkapunk, ami csak létezik, amit kérünk, mindent megkapunk. A köfém is, és éppen ezért visszük hírét Fehérvárnak, meg a köfémnek, ezzel a kis szereplésünkkel, hogy hát nagyobbítsuk a városunkat, meg a klubunkat. Annak nagyon örülök, hogy közöttük lehetek. Igaz, hogy most már egy kicsikét ritkábban, de a felkészülés az körülbelül 22 évre tehető vissza. Azóta dolgozunk együtt. Cserélődött valóban a csapat, ahogy kis kolléganő is elmondta, viszont olyan lelkes csapat, akik itt a háta mögött állnak, akik, hát szóval, hogy mondjam, letáncolják a csillagokat is az égről. Az elismerések bizonyosan megerősítést jelentenek a művelődési háznak és a nyugdíjas klub közösségének is, hiszen bizonyságot adnak arról, hogy a szépkorúaknak is fontos szerep jut városunk kulturális életében. Az örökség csoport a Köfém Művelődési Házban mutatta be Székely János Kaligula helytartója című darabját. A darab Somos Ákos rendezésében került színre. Ennek tehát most meg kell lenni. Gondoljátok meg, egy ilyen szobornak nem a beléje olvasztott arany, még csak nem is a művészi ügyesség adja meg súlyás becsét, hanem mit ábrázol, jelent. Kaligulát. Urunkat, Istenünket ábrázolja, Rómát jelenti. Mit tett Petronius Szíria helytartója, ha Kaligula arra kötelezi, hogy a jeruzsálemi zsinagógába a császár szobrát állítassa be hatalmi szimbólumként? Székely János drámaíró a 20. század második felének egyik legfontosabb alkotójának, Kaligula helytartója című 1972-ben született drámájában olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyek túllépnek a regionális és aktuál politikai meghatározottságokon. A darab az örökség csoport előadásában, Somos Ákos rendezésében került színre. Meg szeretnék érteni valamit. Te tűnsz a legértelmesebbnek, te elmagyarázod, mondd! Mit akarnak? Vérfürdőd, nemzetírtást? Nem értik meg, hogy muszáj? Miért volna muszáj, uram? Fokol be, mert hiszen te sem érted! Nézd, jó uram, hogy te muszájnak tartod, azt én megértem, hogy erőd is van véghez vinni, amit muszájnak tartasz. Értem azt is. De hogy legbelül, hogy lényege szerint, miért volna muszáj, ezt nem tudom belátni. Egy olyan darabról van szó, amelyik valóban egy ilyen kortalan klasszikusnak mondható most már, nagyjából már 50 éve, hogy megírta ezt Székely János, vagy hát közel 50 éve. Nekem ez, amióta először olvastam, lehettem olyan 19 éves, azóta egyik kedvenc magyar drámám, és valóban eljátszottuk egyetlen egyszer, amikor 20 éves voltam egy ilyen fiatal, majdhogy nem diákszínpad jellegű társasággal, és most, hogy ennyi idő elteltével ez az örökség csoport itt van, ezért azt gondoltam, hogy ezt most ideje lenne megint elővenni, és valóban azt érzem, hogy maga az ereje, a költőisége, a logikája, a tisztasága, az semmit nem változott, és ma is ugyanúgy érvényes.
Most már hagyhatjuk, Lucius. Képzeld, az este megérkezett. Írásban jött itt a levél, urunk császárok, visszavont a parancsát. Nem mond. Kiárták, tényleg kiárták. Használt az arany, hiszen minóta Agrippa az érkezett, ő is állandóan ezt papolja, mégsem hittem. És most, itt az írás próbusz. Megúsztuk. Petronius méltó ellenfélre lel a helyi főpap Barakiás személyében, aki vitalpartnereként lehetetlen morális helyzetbe hozza a rómait, egy nemzetet megsemmisíteni egy szobor miatt. Az én családomban mindig is nagyon fontos volt a hitnek a kérdése, és úgy érzem, hogy ez a darab ezt is feszegeti, ennek a kérdését is feszegeti, nem csak az emberi szabadságot, hiszen az egész darab arra épül, hogy a rómaiaknak a konfliktusa a zsidókkal, és azért nagyon gyakran felmerül maga a darabban is, hogy ki az Isten, mi az Isten, és tulajdonképpen bennünk ez hogyan él meg, és hogyan van szerepe az emberi szabadságban. Nekem, aki egy egyházi gimnáziumban tanult, ez nagyon fontos volt ebben a színdarabban is. Tisztelt Uram! Éppen másfél éve, hogy ezt a türelmes, okos és emberséges beszédet először csodáltuk tisztelt helytartó Bajkai. Én akkor megmagyaráztam neki, miért lehetetlen, amit kér, és úgy tűnt, megérti. Most mit mondhatnék? Talán csak ennyit. Ne kiméljetek. Egészen nyugodtan öljetek halomra minket. A lázadás és a lázítás drámájának kérdése képes-e Barakiás főpap szavakkal szétzúzni egy fennálló rendet, Caligula parancsát? Felébredhet-e a helytartóban a kételj? Mert ha igen, nem csak a rend omlik össze, hanem egy megingathatatlannak vélt ember, Petronius is elbukik. A 70-es évek végén volt az ősbemutatója ennek a darabnak, amit a Magyarországon, amit a 70-es évek elején írt Székely János, és nyilván az akkori Ceausescu-i Romániában elnyomott magyar kisebbség szószólójaként félelmetes erőt adott a történelmi háttér annak, amit ő itt bemutat, zsarnokságról, elnyomásról, a hatalom vergődésében. Maguk a hatalmasok is, ahogy szoronganak, és hogy az emberi szabadság mindenféle csorbát szenved. Aztán hál' Istennek a történelmi háttér kicsit változott, de annyi állandó és tulajdonképpen sajnos azt kell mondani, hogy örök érvényű mondani való van az emberi szabadság korlátairól, és arról, hogy hogyan szenved csorbát a hatalom akkor, amikor a legteljesebbnek és a legtökéletesebbnek hiszi magát, hogy ez gyakorlatilag időtlen. Rád is dühöng. Ezzel szerencse, hogy túl messze vagy, különben már rég nem érni. Azt még meglátunk. Mi baj vele? Dühös dorgálást küld fortissimóban. Megtűzdelve számos kegyetlen fogadkozással a jövőre nézve, hogyha továbbra is haboznál szobrát, Jeruzsálemben felállítani. A darab mai világunk rejtélyes valóságtartalmát is boncolgatja. Keresi és megadja a választ, mikor és miért mondunk igazat. Mi történik velünk, ha behódolunk a becsület, a barátság, a hűség, az árulás és az öncsalás misztériumának. Ez egy olyan témát boncolgat, ami nem csak akkor volt aktuális, mikor íródott, hanem azt hiszem, hogy most is az, sőt lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen mindig az is lesz ugye a hatalomhoz való viszonyunk, illetve hogy maga az a világ, amit ez a hatalmas ember létrehoz ebben az esetben, vagy máshol a hatalmasok, ez mitől marad egyben, hogy nem csak ő tartja fent, hiszen a legkisebb szereplő is ebben résztvevő, és amíg mindenki asszisztál ahhoz, hogy ez a rendszer fent maradjon, amit a Caligula helytartójában is látunk, ugye ez a besúgó, mindenki mindenkit kitúr, meg áskál, meg feljelent, ez azt hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, ami mindig aktuális. A darab kérlelhetetlen pontossággal mutatja be a helytartó kétségbeejtő helyzetét és emberségéből fakadó tragédiáját. A szerző olyan általános érvényű, morális kérdéseket állít fókuszba, amelyeknek köszönhetően a dráma mit sem veszít aktualitásából, hiszen mindig létezik a hatalom és a hatalomnak kiszolgáltatott ember konfliktusa. Voltak éppen szükség mentségre, ahol nincs mentség.
Megjelent Sobor Antal novellás kötete a Gőzfürdőből az Operába, a könyvemutatóra nagy érdeklődés mellett a Városi Levéltár és Kutatóintézetben került sor. A Városi Levéltár és Kutatóintézet, illetve az Alba Civitas Történeti Alapítvány gondozásában jelent meg Hajdú Csaba szerkesztésében Sobor Antal Gőzfürdőből az Operába című novellás kötete. A kötet mint egy folytatása a Napló, a Hosszú Háború, illetve a Perej Uram című soborműveknek, amelyeket az elmúlt időszakban vehetett kézbe az olvasó. Folytatódik a hagyomány. A negyedik kötetnél tartunk az életmű sorozat újrakiadásában, és meg szerettük volna mutatni, vagy meg szeretnénk mutatni mindazokat az írásokat, amelyekről úgy gondolt a Sobor is, és úgy gondoljuk mi is, hogy időtállóak, és a mai olvasó közönség számára fontos, hogy megismerjék őket. Eddig megjelent 2013-ban a naplókötet, majd 2018-ban kiadtunk másik két kötetet. Ez a Hosszú Háború volt, ami méltán híres regénye, és ami Fehérvárhoz kapcsolódik, illetve megjelent akkor 2018-ban még a Perej Uram című regénye is. És most a 90. évforduló kapcsán úgy döntöttünk, hogy a város támogatásával is, és az Alba Civitas alapítvány segítségével olyan novellákat megjelentetünk, egy novellás kötetet, egy összegyűjtött novellákat, amelyekben vannak új elemek is, úgynevezett sorsnovellák, amelyeket korábban már publikált sajtóban, de még nem jelentek meg kötetben, illetve benne van egy ismert, de régen megjelent kis regénye is, az Én virág Anna, amiről azt gondolom, hogy a Perej Uram mellett a másik, szinte legjelentősebb kisregénye Sobornak, és amelyről úgy gondolom, hogy ha már a Perej Uramról készült film, akkor erről is méltán készülhetne egy film, mert egy olyan korszakot mutat be, és egy olyan korszakra hívja fel a figyelmét, amelyre eddig talán az olvasónak, amelyre eddig talán nem került Sobor életművében nagyon nagy figyelem, de ami szinte az életművben az egyik másik legjelentősebb motívum, azaz 50-es évektől a 80-as évekig, illetve az ezredfordulóig húzódó magyar vidéki értelmiség világa, amit gyönyörűen megjelenít a Virág Anna, és amely megnyitja azt a sorozatot, amiben bekerülnek ebbe az új kötetbe már ismert novellák is, olyanok, mint az Éjjel hazamentek a katonák, vagy a sorsnovellák, ahogy ezt Román Károly nevezte egyébként, amint említette is szerkesztő úr, aki az író barátja is, hát irodalomtörténészként az egyik első méltatója volt. A Perej Uram filmesítése mindenképpen áttörés volt. Ugyanakkor én kérdezem, mert nyilván figyelemmel kísérik, hogy mennyivel nőtt az olvasótábor, hiszen én azt tapasztalom, hogy egyre többen olvasnak Sobor Antalt. Ez egy érdekes kérdés, mert valóban nőtt az olvasótábor, ugyanakkor a hagyományos nyomtatott könyvek kiadása az egy kicsit visszaszorulóban van. Én azt gondolom, hogy ha lesz ennek az életmű kiadásnak folytatása, akkor mindenképpen meg kell fontolni, és talán országos támogatottságával erre lehetőség is nyílik, hogy Sobor bekerüljön például a Digitális Akadémiába is. Én azt gondolom, hogy ez lesz az én missziómnak, ha már ezt említette, a következő lépése, mert azt gondolom, hogy a nyomtatott könyv visszaszorulásával az új generáció a digitális megjelenését az irodalomnak üdvözli, és Magyarországon van erre egy nagyszerű kezdeményezés, ugye ez a PIMA, a Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában megjelennek klasszikusaink és a magyar irodalom jelesei. Én azt gondolom, hogy ha lesz folytatása, és ha növelni tudjuk még ezt az olvasótábort, ami nem csak lokális, hanem országos, akkor ez mindenképpen a Digitális Akadémián keresztül fog zajlani, hiszen életében ezek a könyvei 25-15 ezer példányban jelentek meg. Ma már mindannyian tudjuk, hogy a könyveket ennél sokkal kisebb példányban adják ki nyomtatásban, viszont a digitális megjelenés ad majd egy esélyt arra, hogy ezek a tényleg jó írások nagyobb publicitást kapjanak. Csurgai Horváth József a levéltár igazgatója és Babus Antal irodalomtörténész köszöntőjében elmondta, azért vállalták ezt a missziót, mert meggyőződésük, hogy a Sobor életmű nem csak Székesfehérvár, de a magyar kortárs irodalom számára is kiemelten fontos. Hát a kötetet Hajdú Csaba szerkesztette, aki neki a veje. Én a kötetet azért olvastam el, mert
Hát én is személyesen abban a helyzetben vagyok, hogy ismertem személyesen Sobor Antalt, és így a Hajdú Csaba kért engem meg, hogy mutassam be ezt a kötetet, és nagyon örülök, hogy elvállaltam, mert nagy élmény volt újra olvasni ezeket a nagyszerű novellákat, és meggyőződésem, hogy Sobor Antal nincs a helyén jelenleg a magyar irodalomban, a kánonban, az úgynevezett kánonban, sokkal kitűnőbb prózaíró, mint ahogy szerte őt értékelik. Remélem, hogy Székesfehérváron értékelik őt, és bízom benne, sőt, meggyőződésem hiszem, hogy eljön az az idő, amikor ezt a kismestert, a kis embereknek a nagyszerű prózaíróját országos szinten is sokkal jobban fogják ismerni. Egyetértek önnel, bár van elmozdulás, nyilván tud róla, hogy az elmúlt esztendőben a Perely Uram című kötetből Szikora János adaptálásában a Vörösmarty Színház bemutatta egy darabot. Van még további terv, hogy Sobor Antalt megismerhessék? Miként látja? Szerintem az Én virágan a című kisregénye az egy olyan tökéletes, remek munka, remek mű, amit, ha van kisregény, amit meg kéne filmesíteni, ez az. A 20. századi magyar történelem teljes egészében áttekinthető belőle. Aki ezt elolvassa, ezt a 100 oldalt, az a 20. századi magyar történelmek minden rétegét, pillanatát, fontos eseményét megismeri, kötelező olvasmányát tenném iskolásoknak. A kötet bemutatóján megjelent Sobor Antal családja, természetesen ott voltak egykori tanártársai, illetve azok az irodalombarátok, akik végig kísérték az író és pedagógus veretes pályafutását. Bobori Zoltán moderálásával két költő mutatkozott be az ünnepi könyvhét programjaiban. A Zsolt utcai közösségi ház vendégei Gulyás Imre és Erdélyi Csaba voltak a közösségi és kulturális szalon keretében. A Zsolt utcai közösségi házban folytatódott az ünnepi könyvhét program sorozata. Bobori Zoltán moderálásával a közéleti és kultúrszalon vendégeként az irodalombarátok két szerző, Gulyás Imre és Erdélyi Csaba köteteit ismerhették meg. A Vörösmarty Társaság második ünnepi könyvhéthez kapcsolódó rendezvény, ez a mai könyvbemutató. És azt hiszem, hogy mind a két könyv, hát az, hogy számomra természetesen rendkívül értékes könyvek, az azt hiszem, hogy természetes, hiszen meghívtam a szerzőiket. De remélem, hogy a hallgatóság is osztani fogja ezt a véleményemet. Különösen, ami nagyon izgalmas dolog, az Gulyás Imrének az egy Alföldi falu képei című írása, illetve könyve, amelyik számunkra egy nagyon távoli világ, ez az alföldi falusi élet, egy nagyon távoli világot mutat be nekünk, és úgy áll az ember ennek neki, hogy valószínűleg ez egy szociográfia, valójában az is, de hihetetlen érdekesen és szórakoztatóan és olvasmányon írja le Gulyás Imre. Úgyhogy nagyon várom már ezt a beszélgetést. Én ővele a Berekfürdő írótáborban ismerkedtem meg, találkoztam vele tavaly, és hát ott az ő ezzel a személyes találkozással is úgy voltam, hogy az az ember, aki onnan jön egy alföldi kis faluból, az egy különleges világot visel és hord magával, azt hiszem, hogy ez egész egyéniségével. És hát amikor elolvastam ezt a könyvet, akkor tényleg csodálattal olvastam és csodálattal gratuláltam neki, mert egy egészen különlegesen élmény egy falu történetének, életének a leírása. Esik szó a másik könyvéről? A másik könyv, hát az be kell vallani, hát mindenki tudja, hogy én nekem szívügyem, ez az Apáink a Donná című könyve Imrének, ami egy, mondhatom azt, hogy egy kifejezetten nagy költői bravúr, hiszen ő hexameterekben egy ilyen hatalmas, nagy epikai teljesítménnyel írja le azt, amit az ő édesapja átélt a Donkanyarban.
Szóval egészen nagy, még egyszer mondom, hatalmas nagy költői bravúr, mind a mellett pedig hát rendkívül olvasmányos és nagyon érdekes, különösen nekünk, akik ismerjük ezt a világot, már mint a második magyar hadsereg sorsát. De itt különösen azt hiszem, hogy az az értékes ebben, hogy ilyen hihetetlen költői bravúrral, 12 énekben, hexameterekben írja meg ezt a történetet. Gulyás Imre 1945-ben született Tiszanánán, parasszülők harmadik gyermekeként. A Vörösmarty Társaság meghívására érkezett lérikus ezúttal két kötettel jelentkezett, egy a szülőfaluja életének változásait leíró szociográfiát, illetve a Donkanyarban harcoló katonákra emlékeztető verseket tárt az olvasók elé Apáink harca címmel. Tiszanánai vagyok, Tiszanánáról van szó, Heves megyei község, és régi dédelgetett tervem volt, hogy egyszer egy ilyen szociográfia jellegű munkát leteszek az asztalra, a szülőfalom asztalára elsősorban, ahol nagyon nagy támogatást kaptam a község vezetőitől, épp úgy, mint minden egyes lakosától. A korosztályomból már elég kevesen vagyunk, de a fiatalok, a lelkes fiatalok nem hiányoznak a ilyen jellegű feladatok támogatásából. Hát olyan könyvet írtam, amely nem falu történet, elsősorban az a legfőbb tulajdonsága a könyvnek, hogy egy napjaink életéről szóló keresztmetszetet igyekeztem adni, és természetesen azért a múltba is vissza-vissza kellett tekinteni, de hát óriásit változott a falu általában, és az én szülőfalum is azóta, hogy ott az életem első 14 évét paraszti világban eltöltöttem. Nem is tudom hasonlítani ahhoz az 50-es évek paraszti életéhez, amivel megismerkedhettem, amiben benne éltem, dolgoztam a szüleim mellett, de ez a mostani is nagyon izgalmas. Az ezredforduló jellegzetes gondjaival, a munkaerő elvándorlással, a népesség arány eltolódásaival. Az est másik vendége Erdélyi Csaba, Erdélyi Szerelem címmel a szeretet, a szerelem, a hit és az elfogadás az eleve elrendelés pillanatait idézte meg verseiben. Erdélyi Csaba könyve az egy szerelmes versek gyűjteménye. És föl is fogom majd tenni mind a kettőnek a kérdést, hogy mit szólnak ahhoz, hogy a kortárs magyar költészetben olyan alapértékek hiányoznak, mondhatni azt, hogy hiányoznak, vagy kevésbé jelennek meg, mint az Isten, haza, nemzet, szerelem. És ez egy teljesen világos, tiszta szerelmi költészet, amit bemutat nekünk Erdélyi Csaba. Gyönyörű versek, a legmélyebb érzések és a legmélyebb rajongás egy szerelemben és egy szerelme iránt. Én azt hiszem, hogy két ellentétes pólusú költészet ez, de azt hiszem, hogy mind a kettő nagyon izgalmas lesz. Erdélyi Csaba indítatása egy olyan lírai megerősítése a legfontosabb alapfogalmaknak, amelyeknek minden ember életében alapvetésként kell megjelenniük. Az indítatás, a szerelem az belülről szól mindig, az ember legmélyebb érzéseit adja elő. Én nagyon hálás vagyok, hogy kapok olyan gondolatokat, mondhatni tényleg a jó Istentől, hogy ezeket le tudom írni, ezeket a gondolatokat. Én úgy gondolom, hogy ezekben a versekben nem csak maga a szerelem van benne, hanem azok az emberi érzések, amiket az ember talán nem tud, vagy nem mindenki tud úgy közölni.
és én tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ezeket le tudom írni, mások elolvassák, többen jeleztek vissza ezzel kapcsolatban. Ha láttam olyan házas párokat, ahol kicsit billegett az ő kapcsolatuk, akkor én örömmel adtam ezeket a könyveket ajándékba, és elteltek. Volt, hogy egy hét, volt, hogy egy hónap, és jöttek vissza, és mondták, hogy hálásan köszönik, jobb a kapcsolatuk, mert én ezekben ilyenkor bele szoktam írni, hogy esti mesék helyett egy-egy verset ebből olvassanak föl egymásnak, és ez így tud segíteni házaspároknál is. Az indítatás az pedig belőről jön. Az irodalmi találkozó megerősítést nyújtott a kortárs irodalom kedvelőinek, két olyan szerző tárta elénk gondolatait, akik a legfontosabb értékeket közvetítik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra a jövő héten. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.